Napok óta az eget kémlelik azok, akik a Palicsitó partján vagy valahol a szabadban szeretnék tölteni a majálist. Az idősök semmi jót nem ígérnek. Esernyő és vízhatlan lábbeli, legyen nálunk, akkor nem érhet bennünket semmilyen kellemetlen meglepetés. Több ezer látogatót várnak idén is a Palicsitó partjára. A vidám park már napok óta hangos zenével csalogatja vendégeit, de a vendéglátóipari létesítmények is kinyitottak. A kürtös kalács árusok ugyancsak Palicson vannak, hiszen nincs majális kürtös kalács nélkül. Majlát Istvánt arról kérdeztük, hogy melyik íz a legkedveltebb. Leginkább a hagyományosat, a szimetesset. De hát van, kinek ízlések is, van, akik válogatnak, hogy félig olyat, keverékeket is csinálnak. A keményebb zene kedvelőinek szeretnének kedvezni a Stringtown Fesztivállal, ahol többek között olyan ismert együttesek is fellépnek, mint az Elektricsni Orgazám, a Zabranjen Opusenje vagy a Divje Jagode. A sportszerelmesei részt vehetnek a 41. Trimbin, kerékpárral, de gőrkorival vagy akár gyalog is. Emellett 70. alkalommal rendezik meg a Nemzeti Nyílt Országos Vitorlásbajnokságot. Az állatkert ezekben a napokban reggel 8:30-tól este 8:30-ig várja a látogatókat, akik a látványetetések mellett új állatokkal is találkozhatnak. Ami az állatkertet illeti, természetesen az idén is várjuk a látogatókat különböző ilyen látványetetési programainkra, mert hát szerintem az állatkertben az állatok azok, akik a fősztárok és akik behozzák a látogatókat, és így hát elhatároztuk azt, hogy milyen szeret mindenki állatot etetni, és szeret mindenki azt nézni, hogy az állatok hogy esznek, akkor csináljuk ezt egy olyan látványetetési formában, ahol az állat képes a természetes viselkedését kibontani, viszont a látogatósbír valami érdekeset nem minden napig látni. Az egymás mellett sorakozó standokon, sörsátrakban mindent megtalál a látogató, ami szemszájnak ingere. A kínálatra igazán nem lehet panasz. A Subotica Transz utasforgalmi közvállalat autóbuszai május 1-én 10 percenként közlekednek majd, másodikán pedig 15 percenként veszik fel az utasokat. Az utolsó járat Palicsról Szabadka felé 22 óra 15 perckor indul az üdülőtelepről. Aki csak teheti, használja a tömegközlekedést, javasolják a szervezők. Emellett több fizetős parkolóhely is a látogatók rendelkezésére áll.